Jó estét kívánok! Áldás békességet és jó egészséget, kitartást kívánok mindenkinek! Dr. Tóth Csaba Attila a nevem. Azoknak mutatkoztam be, akik kimondottan a vendégünk kedvéért jöttek, és talán először vannak. 18 éve minden hónapban egy léleképítő van, és talán most jöttek először. Köszöntünk mindenkit, aki eljött, de legeslegfőképpen azt, aki elvállalta, hogy a mai este előadója legyen, Csűrös Csillát köszöntsük nagy szeretettel. Köszönjük, hogy elvállaltad, és egyben köszöntsük kedves férjét, Németh Miklós Attilát is, akit televízióból, rádióból is ismerhetünk. És nekem rövid tisztem lesz, bejelenteném, hogy ha Isten megsegít bennünket, akkor február 12-én, két hét múlva Kossuth-díjas Gulyás Dénes operaénekest láthatjuk vendégül, és kérem, adják majd tovább a hírt. Remélem újra az is meg fog jelenni az újságban, és ahogy ahonnan önök szereztek információt, azokból a forrásokból megtudhatják, de a Szekszárdi Vasárnap és a Tolnai Extra, valamint ez a Isten tudja mire való facebook, még ez is alkalmas arra, hogy továbbadjuk a hírt. Önöket kérem, hogy szálljon át, hogyha gondolják, hogy érdemes eljönni ma, vagy legközelebb is, akkor jöjjenek. Tehát február 12-én. Hogy Csűrös Csillával hogyan találkoztam, hát természetesen rádión keresztül először, műsorait hallgatva, különösen az utóbbi időben által nagyon szeretett történet hangszerelve, de hogyha megnézzük az ő honlapját, mert hogy neki honlapja is van, és ajánlom is önöknek, hogy aki használ számítógépet, pötyögjél csak nyugodtan be, hogy www.csüröscsilla.hu, vagy hogyha a Google keresőbe beírja a Csűrös Csilla nevét, az lesz az első, amit kiad, és akkor az ő honlapján nagyon sok információt meg lehet tudni az ő rádiós múltjáról, meg sok mindenről, magáról, de engedjék meg, hogy ami ott is motto, azért azt felolvassam. Magamról örökségünk kötelez. Csűrös Csilla oldala. Fénynek értéket áll a sötét. Szeretek adni, szeretek kapni, szeretetet, örömöt, mosolyt. Lázadó kamasz voltam, konzervatív lettem. Előbb ösztönösen, később tudatosan. A polgári életforma tisztelője. Visszataláltam a Jóistenhez is, és a szüleim képviselte értékekhez. Már édesapám előbb ment el, mint sem mindent megbeszélhettünk volna. Nagyon fáj, de él az édesanyám, akinek most visszaadhatom, amit kaptam tőle. És él a bátyám, akire mindig számíthatok a bajban, akárcsak a férjemre, mivel szakmailag is, jobban, rosszban, és a leányaimra, Lucára, Fruzsinára, Julira, ahogy ők is ránk. Ahogyan szaporodnak a halottaim, úgy tudatosulnak a tőlük kapott útravalók is. Magyar Rádió mikrofonját a ház fura ura kiütötte a kezemből, de toll helyett a klaviatúra és a kamera valamelyest pótolja nem szűnő hiányérzetemet, mert fontosnak tartom megosztani értékes emberek értékes gondolatait másokkal. Talán mert érdekelnek az emberek, talán mert alapvégzettségem szerint magyar történelem szakos tanár vagyok. Szakdolgozatomat Szabó Lőrinc Semmiért egészen című verséről írtam. Családom első külföldi útja a 8 éves koromban Erdélybe vezetett. Azóta is visszatérek, és ha kimarad egy év, már fáj a hiánya. Kis nagylányaimmal az őszi-tavaszi szünetekben végigjártuk az elcsatolt nemzetrészek mindegyikét, Kárpátalja kiváltképp a szívembe költözött. Fájdalmasan gyönyörűséges élmény volt, akár csak verset olvasni. Gyönyörű élmény volt kézbe venni első könyvemet is, írni az újabbakat, élvezni a hóborította táj látványát és a szikrázó napsütést.
utazni és otthon ülni, és reménykedni, sőt, tenni azért, hogy végre felemelt fejjel élhessünk ott, ahol élnünk rendeltetett. 2010. decemberre óta ismét a Magyar Rádióban dolgozom, Csűrös Csilla. Hát köszönjük szépen ezt a bemutatkozást, de akkor azzal adom át a mikrofont, hogy tulajdonképpen a léleképítő is azért jött létre, hogy ne nekünk szekszárdiaknak kelljen elmenni Budapestre, Miskolcra, Pécsre, bárhova az országba, ahol értékes emberek, értékes gondolataival találkozhatunk, ha már nem a rádión vagy tévén, ha megtaláljuk a megfelelő csatornát, hanem személyesen. Hanem importáljuk Szekszárdra, hívjuk meg ezeket az embereket, és ha vállalják, eljönnek, akkor velük személyesen találkozhatunk, és még szívesebben hallhatjuk az ő műsoraikat, kereshetjük, mert ma már, mint médiafogyasztók, tudatosak kell, hogy legyünk, nem csak ami ránk ömlik, az az iszonyatos információ özön, amelyből még a bőség zavarában a jót is kiválasztani nagyon nehéz, de így legalább kapunk élményt, érzelmi indítatást, hogy na azért nézzük meg Csilla oldalát, azon keresztül keressük azokat a műsorokat, amelyeket ő szerkeszt, vagy rajta keresztül kaphatunk információkat. Hát a léleképítő ezért született, és örvendek, hogy most már 18. éve megy, néha lassabban, mert fáradt vagyok, néha többször fogunk találkozni, remélem ebben az évben többször is. Vidnyánszky Attilával volt találkozáson beszélni, reménység szerint ő is majd eljön, és majd mindig figyeljük az által említett médiumokat, és akkor mindig találkozunk a léleképítőn. Most pedig akkor átadom Csillának a mikrofont azzal, hogy kezdje ő úgy, és mondja el azt, amit ő nekünk, önöknek, nekem szánt. Jó estét kívánok, akkor én is mindenkinek, és Furcsa a barátunk zavarba hozott rettentő módon, hiszen az én kis történetemet Dióhéjban most felolvasta önöknek erről a honlapról, amely azért egy jó pár évvel ezelőtt készült már, legalábbis ennyi a történetet illeti, de hát a fő vonala, a csapások és a történések azonosan, már természetesen mindegyikről hosszabban és bármennyire hosszan is tudok és szívesen beszélek. Zavarban vagyok azért is, mert hát hiszen 18. életévébe lépett a léleképítő, és hát meglehetősen illusztris névsor áll mögötte, hiszen én is készültem erre a beszélgetésre és erre a rendezvényre, és feltehetően még hosszas névsor következik majd én utánam is, úgyhogy egyszerűen azt mondanám, hogy nem is értem, hogy kerülök én ide. Nem értem azért, mert én azt gondolom, hogy amit én csinálok, csináltam, és reményeim szerint még azért egy darabig lesz rá lehetőségem, az tulajdonképpen nem más, mint visszhangosítása azon értékes emberek értékes gondolatainak, amelyek számomra valamiért fontosak, magam is értéknek vallom és értékesnek érzem, és ebből adódóan azt feltételezem, vagy azt remélem, hogy vannak még rajtam kívül sokan, akik szívesen hallgatják, akik számára ezek a beszélgetések, ezeknek az embereknek a megismerése, az ő értékeiknek a be- és felmutatása, megvallása léleképítő hatású, vagy legalábbis léleksimogató hatású. Nem feltétlenül ragaszkodnék én ahhoz, hogy mindig épüljön az a lélek, de ha néha megsimogatják, ha néha egyszerűen csak jól érzi magát az ember egy-egy ilyen beszélgetés hallatán, vagy arra gondol, hogy hát hiszen én nekem is voltak ilyen gondjaim, örömeim, én is így élek, én is így gondolkodom. A visszaigazolás, a visszacsatolása, a tükörbenézés és annak az örömnek a megélése és annak a felismerése, hogy nekem is közöm van ehhez az emberhez, ehhez a beszélgetéshez, vagy ennek a beszélgetésnek a révén, akkor már azt hiszem, hogy megtettem azt, ami az én tisztem, kötelességem, vagy amiről úgy gondolom, és azért ez már persze az idők folyamán alakult ki és tudatosodott bennem így, amiért úgy gondolom, hogy születtem a világra.
és ami a feladatom. Mert hogy mindannyian születtünk valamiért, és mindannyian a feladatunkat végezzük, abban azért, ahogy nyílik fölöttem az idő, és már néha színezni kell a bajomat is, azért ez egyre bizonyosabbá válik az én számomra. Furcsa dolog ez ugye ebben az esetben az is, hogy én beszélek magamról, és önöknek hadd ajánljam föl, vagy hadd javasoljam nyugodtan a kérdezés jogát és lehetőségét bármikor, amikor úgy gondolják, hogy a gondolatmenet folyamán valami kiegészítő, hozzátenni való kérdésük, megszólalni valójuk lenne, hiszen azt gondolom kellemesebb, jobb dolog így beszélgetni egymással. Talán ha nem haragusznak, akkor le is ülök, hogy otthonosabban érezzük magunkat és egymást. Mert hogy ez a történet hangszerelve, ez nekem nagy szerelmem lett. És ezt is tulajdonképpen a Jóisten terelte az utamba ezt a műsort, mint ahogy annak idején azt is, hogy rádiós lettem, de ennyire azért nem szeretnék előre szaladni. Igazából arra gondolok, hogy amikor 2011-ben elkezdtem készíteni ezt a műsort, akkor magam sem gondoltam. Ez olyan ideiglenes jellegű volt, amikor megbíztak vele, visszakerülvén a rádióba egy kitérő után egy más műsor, egy 180 perc című műsorra kapcsolatos másfél-két éves műsorkészítés után, hogy a történet hangszerelve műsort csináljam. Tulajdonképpen akkor tudatosult bennem, és ez azért nagyon furcsa, hiszen akkor azért már 20 éve rádiós voltam, és nagyon sokféle műfajban volt szerencsém találkozni önökkel, hallgatókkal, ha nem is személyesen, de aznak az érzetével. Szóval, hogy akkor derült ki számomra, hogy én a legjobban portrét szeretek csinálni. Beszélgetni szeretek emberekkel. Mégpedig olyan módon, és ez tényleg valami nagyon-nagyon furcsa adottsága a Jóistennek, hogy akkor, amikor én ezeket a beszélgetéseket készítem, akkor megszűnik a külvilág. Valószínűleg ezért is szeretem a rádiós műfajt. Készülhet ez a beszélgetés bárhol, akár egy sokszor készült ez még stúdióban is, hogy a technikai helységben ott volt a technikus kolléga, aki segített a műszaki rögzítésben. De készülhet ez bármilyen kicsi helységben, készülhet ez akár a riportalaj otthonában, hiszen annyiféle helyen készültek már ezek a beszélgetések. Most, hogy készültem én erre a maira, előszedtem 2011-től fogvást azokat a néhány soros ajánlókat, amelyeket a beszélgető partnereim kapcsán, mint ajánlót talán már hallották önök is elhangozni a műsor előtt egy-két nappal a rádióban. Hát ilyen vaskos paksaméta azon embereknek a listája, akikkel már volt szerencsém, módom, lehetőségem beszélgetni, és hát még mindig készítem a történet hangszerelve műsort. És akkor itt mondom el, akkor ez egy titkos közlés, ezt most még senki önökön kívül nem tudja, ugyanis még az ajánló sem hangzott el, és lám-lám, ez is az élet furcsa játéka és ajándéka, hogy éppen ezen a szombaton, mert hogy ugye most már mindig újra a történet hangszerelve szombatonként a déli krónika után hangzik el. Éppen ezen a szombaton egy olyan asszony lesz a vendégem, Gró Ilona zenepedagógus, művészeti pedagógus személyében, aki a híres neves ringató módszert kitalálta, kidolgozta, működteti, fejleszti, most már szerte az egész Kárpát hazában. Ha véletlen sok idősebb arcot látok, tehát esetleg talán az unokáit révén ismerik, vagy aki nem ismeri a ringató módszer lényege az, kisgyerekeknek, sőt ölpéli babáknak kidolgozott, ha úgy tetszik, foglalkoztató módszer a Kodály módszer alapján, aminek a jelszava úgy hangzik, hogy vedd ölbe, ringasd, mesélj, játsz vele. Hallgassák persze a szombati beszélgetést, ettől egy kicsit részletesebben is szó lesz erről a módszerről, de azért mondom mindezt, mert nem tudom, hányan tudják önök közül, hogy a ringató módszer bölcsője az itt ringott Szekszárdon. Gró Ilona ugyanis egy időben Szekszárdon tanított, akkor ezek szerint van, aki bólogat, talán még ismeri is Gró Ilonát, együtt is tanított vele, nem? De Gró Ilonát is a módszerét ismeri, és itt szervezte meg az egyik kolléganője ösztönzésére 2011-ben azt a
foglalkozást babáknak, mamáknak, mondjuk édesapákat sem kihagyva a sorból, amelynek során ez a ringató elindult világhódító, ha úgy tetszik, útjára, akkor még mint egyetlen és semmilyen más, mint egyetlen módszer, semmilyen más kisgyerekekkel foglalkozó édesanyákat és gyerekeket bevonó, együtt éneklő, népdalokat éneklő, népi játékokat játszó módszer nem volt akkor szélesi hazában, és most már felvidéken, délvidéken, Kárpátalján, Erdélyben mindenütt vannak ringató csoportok és foglalkoztatók is, hiszen Grónia már nem bírja ezt tovább egyedül, de nem mondok el mindent, akkor nem kapcsolják be a rádió szombaton. Amikor végig pörgettem ezeket a lapokat, ahol a nevek szerepeltek, hiszen jó szerivel már lehet, hogy 2011-ből, ha rám kérdeznek, akkor hirtelen nem is tudnám, hogy kivel beszélgettem. Azon tűnődtem, hogy milyen jó, hogy ilyen sokan vannak, voltak, és milyen jó, hogy még szerintem legalább ennyit, ha rajta múlik, meg tudnék tölteni beszélgetőtársakról szóló ajánló szavakkal. Szóval milyen jó, és milyen nagyon szerencsések és boldogak vagyunk és lehetünk mi, hogy ilyen nagyon sok értékes ember vesz körül bennünket. Ezek között vannak olyanok, akik országszerte ismertek, híresebbek, művészek, de én nagyon sokszor igyekszem olyan embereket megtalálni, megszólaltatni, beszélgetni velük, akiknek nem a hírnevük a nagy, hanem az értékeik olyan fontosak, én szerintem, hogy visszhangosításra várnak. Mert még egyszer mondom, én azt hiszem, a visszhangosítás a dolgom, a feladatom, ezt művelem. Nagyon sokan meg szokták kérdezni, hogy hogyan választom ki ezeket az embereket, akikkel beszélgetek. És nem tudok egyetlen választ adni rá, sőt, ahogyan terebélyesedett, gömbölyödött, nőtt ez a műsor, annál kevésbé. Mert vannak nagyon sokan, akikre valahol, valamiért, valamilyen esemény kapcsán felfigyelek. Aki egy mondata, egy gesztusa, egy mimikája, egy cselekedete, egy történés révén valamiért nekem, valamiért én kíváncsi leszek rá, valamiért a számomra érdekes lesz, és azt gondolom, azt feltételezem, hogy akkor mások, a hallgatók számára is érdekes, fontos ember mutathatok be, kíváncsiak lesznek rá ők is, hiszen ugye az újságíró alapvető feladatot tanítják ezt az újságíróiskolában, azokat a kérdéseket megfogalmazni, amely kérdések az olvasót, a hallgatót, a nézőt is érdekelnék. Ez lehet, azt hiszem, hogy ez az egyik aszpétikája feltétlenül ennek a történet hangszerelve típusú beszélgetés sorozatnak, portré sorozatnak is. De most már, és ezt nagyon nagy örömmel mondom, nagyon-nagyon sok ajánlatot is kapok. Megkeresnek hallgatók, közönségszolgálaton keresztül, a e-mail címemen keresztül, személyes találkozásokkor, és javasolnak, hogy ők ismerik ezt és ezt teszi, tette, nagyon értékes ember. Sok esetben, a legtöbb esetben olyan embereket, olyan köztünk élő embereket ajánlanak, akikről a közvetlen környezetük tudják, hogy milyen nagyon értékesek, fontosak, és hogy annak a kicsi közösségnek ott maguk körül milyen nagyon nagy hasznot hajtanak, milyen sok értéket tudnak átadni és erősíteni, de a nagyobb nyilvánosság nem tud róluk, megragadják az alkalmat, hogy ezen a csatornán keresztül az én segítségemmel népszerűsítsék ezt az embert, azt az embert, ezt a gondolatot, azt az értéket. Persze néha előfordul, hogy a lelkesedés az lokális, és esetleg kiderül, hogy nem feltétlenül tud ez olyan nagy visszhangot kelteni, mint ahogy ott a helyi érdek gondolja vagy feltételezi, de ez szinte elenyésző, szinte a 99% az egyhez. Én azt tapasztalom, hogy az emberek a közvetlen környezetünkben nagyon pontosan látják, hogy kik, akik az ő valós érdekeiket és értékeiket képviselik, melyek ezek az értékek, és mire van szükségük másoknak, mert ezt is olyan nagy örömmel látom, hogy mindenkiben olyan nagy a segítő készség, vagy a szándék, a saját kis közössége, meg a saját nagyobb, távolságosabb közössége építésére, értéket átadására, és ez nagyon jó dolog. A
Aztán persze vannak olyanok is, akik mint egy ilyen hógolyószerűen egyik ajánlja a másikat egy beszélgetésben, szóba kerül valami vagy valaki olyasmi, amiről úgy gondolom, hogy szintén fontos lenne. Kétfajta vezérelve van ennek a műsornak, ha még ilyen kulisszatitkot elmondhatok, vagy kíváncsiak rá. Az egyik az az, hogy ezért hogy valami nem napi, értelemszerűen nem politikai, de a mindenünk hétköznapi életét valamilyen módon érintő aktualitása legyen. Én igyekszem is szem előtt tartani, jól lehet, nem feltétlen olyan módon, hogy már holnapra, akár nem is csak egyik hétről a másikra, hanem ami úgy benne van a levegőben. Amikor, ezt most csak úgy áttételesen mondom, amikor éppen az egészségügy kérdéseink szerepelnek valamilyen okból a közbeszédben, akkor lehet, hogy érdemes egy olyan orvost bemutatni, aki adott esetben, még egyszer mondom, és sokszor fogom még ezt ismételni, azt feltételezem, hogy azokat az értékeket közvetíti szűke szakmájában és emberként is, amiket én fontosnak tartok. És ez egy nagyon nagy szabadság. Ja igen, bocsánat, kicsit elkalandozom. Tehát, hogy ilyen típusú embereket választok, és ugyanakkor nagyon igyekszem vigyázni arra, hogy ne feltétlenül a fősodorban lévő emberek készüljön beszélgetés olyanokkal, akikkel akkor mindenki, akikről akkor mindenki, akiket beszél, akiket akkor mindenki keres, kérdez, hanem egy tágasabb, egy szélesebb merítésben. És hát Istennek hálán nagyon jó dolgom van, mert végtelen nagy szabadságot élvezek. Tehát gyakorlatilag azt mondhatom, hogy az elmúlt 11 év, vagy mennyi hét, 2011 óta, az elmúlt szűk hét esztendőben nem volt olyan, hogy én valakivel szerettem volna készíteni egy műsort, és arra bárki is azt mondta volna, hogy nem, köszöni szépen, őt inkább most le. Még az is csak elenészen fordult elő, hogy kértek, vagy javasoltak, és annak is inkább csak olyan oka volt, hogyha az anyacégem valamilyen módon például egy művészeti tevékenységet támogatott, vagy egy díj kiosztásában, megítélésében, odaítélésében szerepet vállalt és játszott, hát akkor az azt hiszem értelemszerű, hogy a díjazottat, vagy ezt a tevékenységet, vagy annak a tevékenységnek a végzőjét megpróbáljuk ilyen módon is népszerűsíteni. És ez a másik nagy öröm, hogy igazából soha nem is, még ebből sem, ez sem okozott soha semmilyen lelkiismereti konfliktus, nem kellett olyan ember népszerűsítenem, akiről én úgy gondoltam, hogy nem odavaló. Tehát önök már egy munkás életúton járnak hosszabb, rövidebb ideje, tudják, hogy milyen nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember részben azt teheti, amit csinál, hogy örömet elég a hétköznapi munkájában, és hogy ráadásul még tulajdonképpen olyan gáncsokat se kell elhárítania, vagy olyan lelkiismereti konfliktust sem kell rendeznie magában, amiket bizony azt hiszem mindenki nagyon nehezen szót kér az én férjem, úgy látszik nem bírt elviselni, hogy nem szól, nem beszéltem arról, hogy milyen nagyon fontos a háttér, igen. Nem, csak az elején szó volt róla, hogy képezhetünk, és akkor... Tessék! Olyan keveset találkozunk, hogy lehet, hogy most kapom meg azt a kérdést, amihez nem is kell, akkor a közönség. Ez is műsor. Köszönöm. De azért most akkor egy húron pendültünk, mert én pont most gondoltam rá. Bizony, mindazt, amit én itt most szóban elmondtam. Hűha, több mint negyed, jócskán 20 percet beszéltem már, pedig negyed órán belül illet volna az első muzsikának elhangoznia. Szóval legalább ihatom közben. Szóval, hogy azt gondoltam, hogy mindazt, amiről én eddig itt beszéltem, azt olyan gyönyörűen megfogalmazza a Misztrál együttes egyik alapítója, énekese, az utolérhetetlen hangú és nagyszerű muzsikus egyébként is, Heinzinger Miklós Mika, akinek a szóló lemezén a Gyöngyöt az embernek című, Gyöngy című lemezéről, a Gyöngyöt az embernek című megzenésített verset, Kárpáti Tibor megzenésített versét ajánlom figyelmünkbe, ami abban bizonyos vagyok, hogy Mika arszpolitikája is, és azt hiszem, hogy
örömmel büszkén vállalhatom, vagy vállalnám, hogyha ilyen módon kérdeznének rá. Egy kicsit az én arszpolitikám is ezzel a hivatással kapcsolatban, amit végzek. És még vágott műsorban előfordulhat elő. De élő műsorban bizony előfordul. Lefagyott a gép, nem tudom, mert az előbbig szólt, és lejátszás. Közben, amíg megszólal, azt a kérdést tenném fel, hogy én az elhangzott műsorokat, a mostaniakat is, és még amit 10 évvel, 20 évvel, 30 évvel ezelőtt a televízióban, rádióban, mindenhol elhangzott, ezt nemzeti kincsnek tartom, és mint ahogy a könyvtárban elmegy az ember és kikölcsönöz egy könyvet, én úgy gondolom, a magyar embereknek joguk lenne arra, hogy megvásárolják a belépőt a nemzeti hangkönyvtárba, és ott barangoljanak benne, ne 3 hétre, 6 hétre vagy 2 hónapra visszamenőleg csupán, hanem meghallgathassam az összeset, hogyha nekem arra lenne kedvem, mint ahogy nemzeti közé, ugye én nem tudom milyen módon a budapesti könyvtárból ki lehet kérni könyvtár közileg bármilyen könyvet, ami ebbe a könyvtárban nincs, és én azt itthon elolvashatom, ha beiratkozom, tehát hogy ezt lehet-e valami úton módon szolgálni, hogy erre van-e lehetőség, mert én emlékszem még arra az időre, amikor még nem volt visszatartva az, hogy én visszahallgathassak egy műsort. A visszahallgatásra van lehetőség, igen, 2-3 héten keresztül lehet a mediaclip.hu visszahallgatni, és aztán utána is vissza lehet keresni, csak sokkal bonyolultabb rendszerben, ez igaz. Csaba barátunk a szívemből beszélt, mert én most már régóta dédelgetem, mióta gyarapszik a paksaméta, egy ilyen akár beszélgető könyv, vagy pedig könyv CD melléklettel kiadását, és hát az az igazság, hogy elég sokan meg zsellőztek már, hogy látom az ilyen típusú könyvekkel, de hát remélem, hogy ami késik nem múlik, remélem, hogy esetleg sikerül olyan támogatáshoz jutnom, hogy ez így valóban meg is jelenhet, mert addig tényleg csak a mediaclip.hu tudom javasolni, illetőleg hát az a nagyon kedves barátom, aki tényleg közvetlen baráti szeretetből készíti a honlapomat, én nekem eszembe nem jutott, hogy legyen a honlapom, ő megkérdezte egyszer, hogy nem gondoltam-e arra, mert ezek olyan jók, ezek a műsorok. Hát mondtam, hogy ne, és ő szívesen megcsinál rá. Hát, ilyen ajánlatot azért az ember nem utasít el, úgyhogy ő azóta is nagyon hűségesen gondoz, Ányos Gábornak hívják, hangtechnikus, nagyon hűségesen gondozza azóta is a honlapomat, és annyi időben töltögettük is fel a műsorokat, de azt hiszem, hogy most élvező munkái is megszaporodtak, ezzel egy kicsit elmaradtunk. Jól lehet, az ajánló szövege az mindig fölkerül. Grói Oda még nincs fönt, azért mondtam, hogy ez teljesen önöknek szóló közlés, de az ajánlók szövege az mindig fölkerül nagyon naprakészen és aktuálisan. Sikerül? Nagyszerű. Tehát akkor Henci Mika, akivel beszélgettem is, könyvet is írtam. Valami van, valami képen.
nap során húrja valami újat, valami újra, valami ősít, valami égít, valami bősít, valami régit, valami könnyít, valami nyarló, vagy öngyöt vágó, hol sugása. Csendet, káoszban fogad, újjászült rendet, játékot, harcot, s a végén békét, tó mélyén alvó tűnének képét, lelkek sebének, ó fehér tépés, tenni az Isten felé. Azt gondoltam, hogy most egy kicsit elhúzhatunk vele, de azt hiszem, hogy a mondandó lényegét azért értették, érezték. Mikával beszélgetést is készítettem a Történet hangszerelve sorozatban, könyv is készült vele. Rendkívül színes egyéniség és remek beszélgető partner, nagy érzelmi amplitúdóval élő ember, beleolvasnak a könyvedet, talán már tulajdonképpen a könyv címe is, amit ugye tőle kölcsönöztem, és egészen pontosan úgy hangzik, hogy olyan régen írtam, hogy nem is emlékszem pontosan, hogy az vagyok, aki vagyok, ahogy Isten arcán nem taposunk cipővel. Ő nagyon-nagyon nagy utat tett meg, amíg megtalálta magát a Misztrában, és ez éppen élete egy válságos pillanatában találkozott ezzel a verssel, amit aztán megzenésített, mint ahogy azóta a Kismerje Misztrál együttes tudja, hogy ilyen nagyon sok szép verset zenésítettek meg, ha csak a Babics lemezükre gondolok, de hát az összes többi is erről tanúskodik. Ez volt egy kitérő, és ezt gondoltam illusztrációképpen a műsorkészítés üzenetéül zenében megfogalmazni. Az ember mindig, vagy legalábbis én nehezebben beszélek magamról, és abban az összegzésben valóban elég sok minden fontos dolog megfogalmazódott, aminek a lényegét én azt hiszem úgy foglalhatom össze, hogy én igazából ami vagyok, ami lettem, mindent a szüleimnek és a családomnak köszönhetek. A szüleimnek részben azért, amit ahogyan elindítottak az utamra, amit kaptam tőlük mind emberi tartásban, mind pedig a nem is a világhoz, hanem a szürkebb világhoz, a hazához való viszont illetően. Édesapám kétszer kezdte az életét tulajdonképpen, Ludovikás katonatiszt volt, aki 45-ben két évre hadifogságba került, és két év múlva a néphadseregben már nem akarta folytatni pályafutását, és ezért gyakorlatilag teljesen kisemmizve, hiszen ő Nyíregyházán született, oda bejöttek az oroszok, édesanyja és húga akkor elmenekültek, mindenük ott veszett, és aztán el is kubozták őket, amikor a kommunista diktatúra ide jutott az építkezésben. Egy szóval ő újra kezdte az életét hadifogság után, építőmérnöki karon végzett az egyetemen,
Mégpedig úgy, hogy az ő csendőr édesapját, az én csendőr nagyapámat gyakorlatilag miután szülei elváltak, és nem tartotta vele a kapcsolatot, mint nem ismerte, tüntetett fel, illetőle azt hiszem, de ez nem teljesen pontos információ, miután a csendőröknek elvették a nyugdíját, Molnárként tartotta föl magát a nagyapám ezután, és olykor az önéletrajzba ez így be tudott kerülni. Édesanyám gyermekorvos volt, ezt most már nagyon szomorúan mondom, amikor ez a szöveg született, akkor még köztünk volt a portré sorozat kötetemet, még neki tudtam ajánlani. Erről nehezen tudok beszélni, nem is szeretnék többet. Ő nagyon fontos volt, mind a kettő nagyon fontosak voltak az életemben, és mindannyiunknak vannak szülei, tehát pontosan tudják, hogy akinek szoros kapcsolata van a szüleivel, az nehezen veszíti el őket. És tulajdonképpen nagyon hálás lehetek a sorsnak, hogy ő ilyen sokáig, egészen 89 esztendős koráig velünk volt, megélhette hat unokáját, a cseperedését, sőt az első dédunokája születésének is örülhetett, mert van egy bátyám, akinek szintén három gyereke van, ahogyan nekünk is, neki két fél egy lánya, és ott született az első dédunoka, azóta született már még kettő, azt édesanyám csúnya föntről nézi, és örülhet nekik. Neki köszönhetem tehát azt, hogy ilyen lettem, és neki köszönhetem jelesül az édesanyámnak, milyen furcsa, ezt az életpályát is, hiszen ő nagyon-nagyon örült volna annak, hogyha valamelyikünk a családból gyerekorvos lesz, ő nagyon-nagyon szerette a hivatását, és én sokat jártam be hozzá, és nagyon nagy öröm volt látni, ahogyan a gyerekekkel bánik, ahogyan a szülőkkel beszélgetni, ha ezek úgy visszatérnek az emlékeimben, amikor saját gyerekeimet viszem most már más orvosokhoz, vagy én járok netán. Elég az hozzá, hogy ő azért érezte, hogy az én utam nem ez lesz, hogy én inkább a bölcsészet felé veszem az irányt, hiszen engem a magyar irodalom, a magyar történelem érdekelt. Elsősorban az irodalom, az olvasás, a versek, egészen kicsi korom óta. És magyar történelem szakra is jelentkeztem az egyetemre, ahová bejutni pedig egy nagyon nagy tanár egyéniség segített. Olyan nehéz mindenkit számba venni, pedig az ember a szívében számon tart mindenkit, aki az ő életében fontos és segítő mérföldkő volt. Az én életemben ilyen volt dr. Gyapai Gábor, a Fazekas Gimnázium történelem tanára, akinek a segítségével én harmadik gimnazista koromban megnyerhettem az országos középiskolai tanulmányivel, harmadikban magyarból voltam csak helyezett, de negyedikes koromban megnyertem az országos középiskolai tanulmányi versenyt, és ennek megfelelően akkor nem is kellett felvételiznem magyarból, vagy a történelemből, csak magyarból, és így kerültem be az ELTE bölcsészkarára, magyar történelem szakra, hogy tanítani szerettem volna, ezt azért úgy éreztem, és ezért a tanárszakot választottam, ám de még nem végeztem el az egyetemet, amikor az édesanyám olvasott egy hirdetést a Magyar Rádióban, amely riporter képző iskola indításáról szól. És képzeljék el, hogy én nem is voltam Magyarországon hátizsákos túrával, szerintem biztosan sokan tudják már azokat a bizonyos vonatos hátizsákos túrákat, amiket a 80-as évek elején már meg lehetett tenni a vállalkozó kedvű fiataloknak, egyetemistáknak. Jártam ki éppen Angliában a bátyámmal és az ő barátaival, amikor hazaérve azzal fogadott, hogy hát ő bizony beadta a pályázatot az én nevemben erre a riporterképző stúdióra, nem akarok, nem megyek el, de ő azt gondolja, hogy szerintem nekem tetszeni fog, ez érdekes lehet, próbáljam meg. Nem húzom sokáig, megpróbáltam, jelentkeztem, felvette. És akkor az egyetem végére már ott álltam a döntés előtt, hogy most akkor menjek el tanítani, avagy pedig maradjak itt külsőzni a rádiónál.
És az könnyítette meg a döntést, két dolog könnyítette meg a döntést, az egyik az talán az én kényelmességem, vagy a családhoz való kötődésem, hogy én nem akartam elkerülni Budapestről, a családi fészekből is nem akkor még, viszont magyar történelem szakos gimnáziumi állás nem volt akkor Budapesten, csak vidéken, nem voltam akkor olyan bátor, hogy erre vállalkozzak, sem arra, hogy elmenjek vidékre, sem arra, hogy mondjuk egy szakközépiskolában próbáljam ki magamat magyar történelem tanítással, és ráadásul, mert az isteni útmutatás vagy a sors, felajánlottak a Kossuth Rádióban, ahol már egy éve külsőztem magyar rádióban, állást, gyakornoki állást. Tehát így kezdődött az én pályafutásom a 80-as évek első felében, és azután tulajdonképpen ez így igaz, hogy nagyon-nagyon sokféle, nem is tudom megmondani, hogy van-e olyan fajta műsor, féle fajta, amit nem volt lehetőségem készíteni. Nagyon szerettem élő beszélgetés műsorokat készíteni. Mondok csak néhány címet, és talán nem is sorrendben, hogy ki esetleg emlékszik rá. Nagyon szerettem a Petőfi Rádióban a péntektől péntekig műsort, ami a kulturális ajánló műsor volt, heti kulturális ajánló műsor volt sok muzsikával. Nagyon szerettem a Napközben című műsor, ami délelőtti beszélgetős műsor. Volt egy Szivárvány című műsor, amelynek jeles jegyzetíróját a férjemben tisztelhettük, egyik jeles jegyzetíróját a férjemben tisztelhettük, vagy tisztelhetjük, amely a Kossuth Rádió azon műsora volt, amely egy szót, annak sokféle jelentést tartalmával járt körül, nagyon izgalmas műsor volt. Dolgoztam a Családi Tükörben, amelynek szerkesztője volt egy időben félre Németh Miklós Attila, de most nem is tudom hirtelen mi minden jusson még az eszembe. Lényeg az, hogy nagyon sokféle műsorban kipróbálhattam magam, mert azért ez a pálya, ez a hivatás, ez olyan, hogy csak és kizárólag menet közben lehet megtanulni. Bizony kicsit fájó szívvel tapasztalom most, hogy a mai fiatal generációnak a technikai tudás az egy kicsit fontosabbá vált az emberi minőségnél, az olyan típusú tartalmaknál, amiket én nagy alázattal és nagy odafigyeléssel tanultam meg Rabcsányitól, Sebianszkitól, és még majd Petes Istvántól, és most hirtelenében biztos sok mindenkit kihagytam, a szakmának azt a csinyát-bínyát, amitől ez izgalmas, ami az emberi. Csak két pici dolgot mondok, hogy Petres István kiküldött minket még gyakornok koromban. Tudom, hogy most csapongok, úgyhogy nyugodtan szóljanak bele, hogyha valamire kíváncsiak. Kiküldött minket még gyakornok koromban, hogy 3 perces élő bejelentkezést adjunk a Nemzeti Múzeum kertjéből. Na akkor tudtam meg, hogy milyen iszonyatosan sok tud lenni az a 3 perc, nem csak a víz alatt, hanem hogy folyamatosan beszéljen is az ember, és utána visszahallgattatta velünk, ami nem csak azért volt tanulságos, hogy az ember szembesült azzal, hogy milyen fésületlenül fogalmazott, adott esetben nem egyeztetett, alantállítmánnyal nem jóra hozott, de azért is, mert kiderült, hogyha az ember élő műsort készít, akkor magasabb a hangja, mert jobban izgul. Amikor felvételt készít magnóval, akkor ugye ez a fajta izgalom az élő műsornak az a jó ízű feszültsége nem létezik, tehát ezért egy kicsit talán nyugodtabb, kicsit mélyebb a hangja. Soha nem jöttem volna rá, vagy lehet, hogy sokkal később is egészen másként, vagy még egy műhelytitkot elárulok, mert ezek is csak apróságok, és talán csak a forma, de a forma gyakran a tartalom közvetítője. Amikor Rabcsányi László azt mondta, hogy édesem, bármit mondasz, egy picit mosolyog közben. Nem azt jelenti, hogy teli szájjal vigyorogva kell mondani fontos dolgokat, csak hogyha egy picit az ember mosolyósabban mond komoly érdemi mondatot is, akkor a hallgatóság számára könnyebben befogadható, jobban eljut hozzá, és akkor jobban tettem a dolgomat, akkor az, amit készítettem, az eljutott azokhoz, akiknek szántam.
És akkor még nagyon hosszan sorolhatnám ezeket a műhelytitkokat, de valahogyan el kéne érkeznünk már hirtelenében, nem is tudom, talán a második zeneszámunkhoz, ami pedig oda csatol vissza, igen, ami pedig oda csatol vissza, hogy ha a portér készítésen és a rádióműsor készítésen kívül van még nagy szerelem az életemben, amit szintén a szüleimtől kaptam, az az utazás, új világoknak a felfedezése, amikor csak lehetőségem, és amilyen módon csak lehetőségem van, most már családostul, a lányaimmal, a férjemmel, a lányainkba sikerült átplantálni ezt a fajta vágyat és igényt, ahogyan az én édesapám is az első alkalommal, amikor már az ajtók vagy a határok úgy megnyíltak, hogy lehetett menni szűkösen kempinggel, Wartburggal, konzervval, nagy nehézségek árán, akkor mentünk. Amit pedig már most hallani, és akkor ez egy nagy lépés, ez a legeslegutolsó, végtelenül nagy úti élményem, emlékem. Tibet, megkalauzolom el most önöket. A melyiket? A 9-es, a Himalája. A 9-es, a Himalája, igen. És akkor most nem is hallgatok egy picit, hosszú ideig tartok, míg eljutottunk Tibetbe a férjemmel, a Himalája tetejére. Ha bevonják a szemüket, próbálják átélni, egy kicsit azt a hangulatot próbáltam most elhozni ezzel a zenével, ezzel a CD-vel, ami Tibetből származik. Csernobyl következtében is azt gondoljuk, egy sugárzást kapván elment nagyon gyorsan közünk. Szóval, hogy a lányom, a legnagyobb lányunk, Luca, gimnazistaként lelkes Tibet rajongó volt, a Freedom for Tibet az megérintette a lelkét, és édesanyám azt gondolta, hogy próbáljunk meg neki az egyetem végén, mint egy az élet kezdete előtt fajta egy tibeti utat szervezni. De hát Luca addigra már kiszeretett Tibetből, nem is várjott oda annyira, én viszont egyre jobban beleszerettem utána olvasmán, készülni, nézegetni a dolgokat. Így adódott, hogy Luca itthon maradt, és másik két lányunk is, és mi ketten mentünk el Tibetbe, de ugyan most a férjem nem akar rám nézni, de azt hiszem, hogy közösen az életünk egyik legnagyobb élménye volt ez az utazás, ez a kirándulás. Mind a mélységeket, mind a magasságokat, mind pedig a... Igen. Az eddigi életünk, tehát... Igen, az eddigi életünknek így van, nincs ennek még vége, de az eddigi életünknek talán tényleg a legnagyobb élménye volt. Az emberi minőséget, tisztaságot és az embernek az éggel való valami olyan hihetetlen szoros, erős viszonyát, erejét érhette meg az ember ott, azok között a nagy magasságok, kristálytiszta tavak, hihetetlen színek közepette,
amit érezni kell, én azt remélem, hogy ezzel a zenével, vagy ezzel a pár percnyi muzsikával ezt is tudtam érzékeltetni. És akkor ugye elérkeztem ahhoz, vagy hát hiszen folyamatosan erről beszélek tulajdonképpen, hogy a család az, ami a legtöbbet tudja az embernek adni, mint háttér, akkor is, amikor útjára indítja, és aztán utána akkor is, amikor valóban olyan erős bástyaként van az ember mögött, mellett, ami lehetővé teszi azt, hogy örömmel végezze a munkáját. Én nagyon hiszek abban, hogy pontosabban én, amikor elkezdtem ezt a pályát, akkor azért az első gyerekem születésekor azt megfogalmaztam magam számára vezérelvként, hogy nekem a családom a legfontosabb, és minden utána következik. És akkor aztán bővült a családunk, és születtek a lányaink, ezt egyre inkább fontosabbnak tartottam, nagyon fontosnak tartottam, most már persze kevésbé van ránk szükségük ilyen módon, hiszen 28-23-17 éves a három lány, hogy a hétköznapjaikban részt vegyünk, de én nagyon fontosnak tartottam, hogy akkor és ott azokban a pillanatokban, ami az ő életükben fontos, és valószínűleg akkor még a szimbiózis miatt szükségét érzi, hogy ezt az örömöt, vagy ezt a helyzetet megossza velem velünk, akkor ott legyünk. És tényleg Istennek hála, meg a férjemnek, a páromnak is hála. Ezt mindig meg tudtuk úgy oldani és osztani, hogy azt hiszem ebből a szempontból a gyerekeinknek nem lehet hiányérzetük. És talán abból sincsen, vagy sem lett hátrányuk, vagy nehézségük. Én kimondottan előnként és boldogságként élem meg, hogy azonos pályát művelünk, mert ugye szokták azt mondani, hogy ez milyen szörnyű, mert akkor az milyen unalmas, és ugye ilyen esetekben akár még a rivalizálás kérdését is fel szokták vetni, de egyrészt én úgy érzem, hát aztán majd persze téged is meg kellene kérdezni erről, hiszen nagy nyilvánosság előtt, vagyis mondjam, csak négy szem közt sem vallottam még ilyen egybefüggően az ezzel kapcsolatos érzéseimről, de tényleg azt gondolom, hogy egyrészt mi annyira egymásnak hátat a hátnak vetve tudjuk művelni ezt a nem mindig könnyű pályát, összeszülve a család működtetésével, csúnya szóval, vagy a család hétköznapjaival és mindennapjaival, és emellett olyan nagyon sok segítséget jelent az én számomra mindenképpen, hogy van egyfajta szakmai tükör, van egyfajta szakmai kontroll, akivel mindenről meg tudok beszélni, mindenről tudunk beszélni, és aki végtelen nagy segítő szándékkal és jó akarattal, amit ezúton is nagyon köszönöm, van mellettem. Természetesen az én választásom volt, és ezt meg sem beszéltük, de remélem, hogy nem okoz csalódást, hogyha akkor most Liszt szerelmi álmok című műve csendül fel, ha a technika jó voltából felcsendül, mégpedig egy kiváló duó Várnagy Andrea és Farkas Zsolt előadásában. Ehhez most nem is szeretnék többet mondani. Thank you.
jó és szép után, hogy a dramaturgia is úgy kívánná, hogy valami karcosabb dolog következzék. Mert hát következett is az én életemben a pályafutásom 25. évfordulóján, hogy most megint a hivatásunkhoz, vagy a hivatásomhoz térjünk vissza, amikor is úgy, ahogy írva volt ott ebben a kis rövid önéletírásban, megszakadt az én rádiós pályafutásom, nem az én szándékaim szerint való módon, egy olyan nagy átalakításba kezdett akkor a rádió akkori, hát én írtam fura ura, amelyben nekem volt nagyon sokakkal együtt, nem osztottak lapot, tehát gyakorlatilag útilapot azt igen, lapot nem, de útilapot igen, és megszűnt. Ki esett a kezemből a mikrofon, ezt tényleg így éltem meg, nagyon-nagyon nehezen. Nem csak azért, mert úgy éreztem, ugye ez 2007-ben volt 11 éve, hogy most érzem magam a legerőteljesebbnek, vagy a legaktívabbnak, már nem annyira kicsik a gyerekek, most már olyan, most aztán tényleg annyira jó lenne dolgozni, meg annyi mindent jó lenne csinálni, nem lehet. De ugye tudják, hogy nem lehetett, hogy nagy igazság az is, hogy amikor bezárnak egy ajtót, akkor kinyílik egy ablak. Persze az embernek azért keresni is kell azt az ablakot, meg élni is kell annak a nyitott ablaknak a lehetőségével. Ez is biztos, hogy így van, de azért az is biztos, hogy ez mindig be szokott következni. Én tényleg nagyon hiszek abban, hogy vannak bizonyos jelek az ember életében, amiket észre kellene, hogy vegyen jó és rossz értelemben jelentkező jelek is. A jónál nem vagyok egész biztos abban, hogyha az ember azt a jót nem veszi észre, akkor következik egy újabb jó vagy még jó, de azért ez is beszokott, vagy előfordulhat. A rossznál sajnos gyakrabban tapasztalom, hogyha az ember az első figyelmeztetést nem veszi észre, vagy nem figyel oda, akkor idővel egy erőteljesebb rossz való figyelmeztetés, vagy rosszal kapcsolatos figyelmeztetés, de ez csak egy kitérő. Én akkor munkanélküli is voltam, meg nagyon sokféle próbáltam talpon maradni, nem nagyon könnyű, sem lelkileg, anyagilag sem, de lelkileg is nagyon-nagyon nehéz az az igazság, egy ilyen nagy váltást ígérni. Viszont akkor találkoztam a Kairosz kiadó vezetőjével, aki azóta már szintén odaföntről hallja, és remélem hallja ezt a beszélgetést, Bedő Gyuri bácsival, aki akkor jelen időben a Magyarnak lenni és nem élt hiszek sorozatot már javában készítette és készítette az újságírókkal, vagy az író kollégákkal, újságírókkal is. Ide csatlakoztam és csatlakozhattam én bele. Akkor készültek ezek a könyvek, a sárga és a bordó borításúak, azokkal az emberekkel, akiket én vittem hozzá, hogy én azt gondolom, ők izgalmasak, érdekesek, Józsa Judit a kerámia szobrász, látom, sokan megvették Hoffmann Rózsa könyvét már, a Jövünk a tét címűt, ami akkor készült így izgalmas időpontban, még az ő államtitkársága előtt, amikor feketén-fehéren a pedagógiai programjáról beszélhetett, amit most összevethetnek azzal, hogy mit hogyan sikerült, vagy nem sikerült megvalósítani. A könyvek írása közben döbbentem rá, hogy tulajdonképpen még egy ilyen ívet is a címekkel sikerült meghúznom, legalábbis a kezdet-kezdetén, hiszen Józsa Judit a készült beszélgetés címe az volt, vagy az lett, hogy Szobortermő szülőföld, ami az ő erdélyi korondi múltjára próbált valamilyen módon utalni, az örökségünk kötelez, ez a Pálinkás Józseffel készült beszélgetés még, amikor ő a Tudományos Akadémia elnöke volt, azután következett a Kulcsidő. Na, ő az a Hölgy Gál Kinga, akit nagyon-nagyon sajnálom, hogy olyan nagyon kevesen ismerik, hogy tudnak róla. Ő az Európai Parlamentben 4 fiúgyerek édesanyjaként küzd, most már nem is tudom, talán a harmadik ciklusban a kisebbségi jogokért, ő maga is kolozsvári. Az én édesapám családja is erdélyi volt, ezt talán még nem mondtam, valószínűleg innen is az a nagyon erős kötődés a Kárpát haza és az elcsatolt nemzetészek iránt.
illetőleg, hogy ezt én otthonról kaptam és szívtam magamba. És amit az ember kisgyerekkorában kap, az az egész életét végigkíséri, én erről meg vagyok győződve. Valamilyen módon viszonyul hozzá, a jóhoz, a rosszhoz, a hiányhoz, az értékhez. Nekem szerencsém volt, de hogy meghatározó a gyerekkor mindenkinek az életében, ebben megrendíthetetlenül bizonyos vagyok. Ez most csak egy kitérő, szóval Gál Kinga Kulcsidő című könyve szintén egy nagyon fontos pillanatban, legalábbis a Trianon óta elcsatolt magyar nemzetrészek életében és a kisebbségi sors kérdésében egy nagyon fontos pillanatban készülő könyv volt. És akkor utána találkozhattam Ütő Endrével, az Operaház igazgatójával, operaénekessel, aki akkor már régen nem volt operaénekes, hanem éppen ő is a második életét élte, egy fantasztikus galériát rendezett be Lovasberényben, a feleségével, Ütő Endrével, és ott gyönyörűséges kerámiákat készített, mert alkotó ember, ha már a hangja megkopott, akkor sem ér alkotás és alkotásvágy nélkül, és őt is ez a fajta szenvedélyes, hazaszeretet fűtötte a Vigyázz Emberiség, Vigyázz Magyarság címet is, ezért adtam annak a könyvnek, ami vele készült. Nem csak a Kairosz kiadóval volt szerencsém találkozni, hanem lehetőségem volt a televízióban egy akkor még Dominion TV néven induló televízióban portrésorozatot készíteni, Életutasok címmel. Ez még az én leleményem volt, azt hiszem, hogy közös leleményünk talán. Az Életutasok címmel, ennek nagyon örülök, mert tényleg úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó volt azokat az embereket megkeresni, megszólaltatni és egy órás portrébeszélgetést készíteni velük, akik ugyancsak az élet különböző területeiről, ugyanúgy, ahogyan a történet hangszerelve esetében fontos gondolatokat mondtak, és még az arcukat is adták hozzá, hiszen ezek televízióműsor számára készült beszélgetések voltak, tulajdonképpen jelen időben is mondhatom, mert a Domino TV-nek ugyanez a lánykori neve, és már asszony nevű TV-ként, de még mindig nagyon sok helyen fogható, és még mindig folyamatosan adják, ismétlik ezeket a portrébeszélgetéseket. Én nem is tudtam erről, csak olyan sokan jeleztek vissza, hogy látták ezt, meg ezt, hallották ezt, meg ezt, olyankor derült ki, hogy ezek a 2009-ben készült portrék még mind a mai napig a DLTV műsorán vannak. Na, ez volt azt hiszem az a pillanat, amikor egészen bizonyos voltam benne, hogy ez az én utam, hogy egy másik emberrel beszélgessek, és hogy egy másik ember olyan módon ismerjék meg, amiről azt feltételezem, hogy másokat is érdekel. Azzal kezdtem, és akkor most itt a vége felé fejezem be azzal, hogy valami olyan módon sikerül azokkal az emberekkel, akikre kíváncsi vagyok, egy nem is szavakban, gyakran szavakban megfogalmazódó, hanem egy lelki kontaktust teremteni, vagy ráérezni az ő hullámhosszukra, hogy én nagyon sokszor úgy érzem, és ezt most tényleg műhelytitokként adom ki, lehet, hogy önök majd akkor esetleg így is figyelik a beszélgetéseket, nem tudom, hogy mint hogyha egy búrában ülnék. Igen, utaltam erről, teljesen mindegy, hogy hol, de hogy én akkor annak a valakinek, vagy azoknak a valakiknek, most az önök szemében nézek, csak is kizárólag arra koncentrálok, akivel beszélek, és valami olyan pumrokat vagy rezdüléseket érzek néha, amit magam sem tudok megmagyarázni magamnak, amit talán ez a tibeti zene tudott érzékeltetni belőlem, vagy az én műsorkészítésemből, amihez azért is ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom elmondani, mert azon kívül, hogy ezt a mi hivatásunkat csak a gyakorlatban lehet megtanulni, mindig, minden beszélgetésre ugyanúgy fel kell készülni. Azt gondolom, hogy az az alap, az a legkevesebb, amely tiszteletet én megadok annak, akivel beszélgetek, hogy amilyen módon, meg amilyen forrásokon keresztül csak lehetséges, felkészülök belőle, annál is inkább, mert csak akkor tudok ráérezni bizonyos dolgokra, hogyha bizonyos tényeket viszont pontosan tudok róla.
Lassan-lassan a mondandó végére érek, és szerintem a kitűzött célt is, vagy pontosabban a rendelkezésemre álló időt is lassan-lassan túllépem. Ha ezt gyökerek és gyökereink műsorra rákérdeznék, mert még a nevében is olyan, ami talán megérdemel annyit, hogy még beszéljünk róla. Boldogan, azért nagyon szép sorozat volt, és a kallódókkal futott párban. A hajszál gyökereink, kényszerű módosítás lett gyökereinkre a címe, ez egy és ugyanaz a sorozat Okosult Rádióban, egy rövid 4 órás sorozat, mert már foglalt volt ez a cím, és ez csak menet közben derült ki. A hajszál gyökereinkkel pontosan azt akartam érzékeltetni, amit azóta is nagyon-nagyon sokféle beszélgetésben próbálok jelen idejévé tenni, ébren tartani és ébreszteni, vagyis azt a fajta kapcsolatrendszert, amit ugyan elszakíthattak Trianonban, de ami lelki kötődésként kell, hogy éljen, kell, hogy közünk legyen úgy és olyan módon egymáshoz, amit ezeknek a hajszál gyökereknek az ápolásával, karbantartásával, erősítésével lehet azt, remélem, azt szeretném hinni, megmutatni. Én úgy nőttem föl, hogy két olyan képet kaptam az édesapámtól, aki nem is nekem mondta szerintem, hanem csak egy beszélgetésben figyeltem és hallottam, hiszen akkor azért a kommunizmus idején nem nagyon lehetett erősen nyilvánosan beszélni sem, akár csak arról, hogy hittanra jártam, sokat vagy nyilvánosan sokat beszélni. Az egyik kép az volt Trianonnal kapcsolatban, hogy milyen fantasztikus dolog, hogy egy embernek levágták a kezét, a lábát, és mégis él és életképes. És én képekben gondolkodom, vagy képekben látok, ez valami megrendítő kép volt a számomra a Magyarország sorsával kapcsolatban, a másik pedig nyilván még kisebb gyerek voltam, amikor azt hallottam, ezt a történetet a férjemről ismeri, amikor azt hallottam az édesapámtól egy beszélgetésben, hogy azt a jó zsíros bácskai földet is elvették tőlünk. És tudom, hogy heteken keresztül törtem a fejemet, hogy hát akkor meddig ástak? Hát hogy vitték el azt a földet? Szóval nem folytatom. Talán értik. Életem legtragikusabb napjainak egyike volt az a 2004. december 5-i népszavazás, amit a Középső Lányom Általános Iskolájában fogadó órán egy másik vállás hírva a Kolozsvárról elszármazott testnevelő tanárral próbáltuk erősíteni egymást, vagy ahogyan a Székely udvarhelyi barátaimnak, nem is tudom, én mondtam el, de tudják, vagy ők mondták, hogy persze. De az egy olyan megrendítő csapás volt, amire lehet azt mondani, hogy bizonyos szempontból most már hosszú távon segített a tartálásban, de azért én tényleg azt gondolom, hogy ez egy olyan nagyon-nagyon nagy és mélysebb volt. Akkor is jártunk Erdélyben. Ez tényleg így igaz, hogyha kimarad egy-két év, sajnos most már kimaradt, akkor az egyre jobban hiányzik. Ott egy idős ember szinte az elveszített édesanyjaként síratta azt a kapcsolatot, amit úgy érzett, hogy azzal, hogy az anyaország, ha nem is deklaratíve, de ilyen módon ellene fordult, megtagadta, elveszített. Olyan fajta árvaságérzéssel találkozni felnőtt ember esetében, vagy felnőtt embernél, szemérmes férfi embernél, paraszt embernél, az bizony nagyon megrendítő érzés, és akkor hadd zárjam én ezzel a beszélgetésünket azzal az elszámmal, amelyhez azért még annyit mondanék, hogy ha már azt a szót, hogy parasztember kiejtettem a számon, arról is meg vagyok győződve, hogy a parasztságunkban és általában is a földet művelő emberekben rejlik az az erő, az a hit és tisztaság, az a fajta hagyományhoz való, inkább úgy mondom, hogy 90%-ban jó, hiszen ugye nyilván van, amit el kell engedni, van, amivel tovább kell lépni, de az a fajta hagyományhoz való ragaszkodás, ami minden nemzetnek a megtartó ereje, és a mi nemzetünknek a megtartó ereje, és az én édesapám is
nagyon szeretett a földön dolgozni, az én férjem leginkább arra büszke, hogy parasztember és paraszt családból származik, és olyan nagyon fájdalmas az, hogy ezt a szót még mindig nem sikerült visszahelyezni a saját értékébe és a saját pozitív jelentéstartományába, hogy még jó szándékú emberek is képesek ezt negatívumként a faragatlanság, a tuskóság, vagy keresem azokat a szavakat, amiknek a szinonimáját olyan fájdalommal mondom szokták használni és emlegetni, de a látom a bólogatásokból, hogy közöttünk nincsenek ilyenek. Mint ahogy azt gondolom, hogy önöknek legalább, hogy ugyanolyan fontos ez a mi Kárpát hazánk, ez a mi történelmi Nagy Magyarországunknak, ez a kis ország is, amiben élünk adatot, úgyhogy össze tudunk kapaszkodni azokkal, akiknek sokkal-sokkal nehezebb megmaradni magyarnak. Ebben én egészen bizonyos vagyok, és ezért vittük el a gyerekeinket is a határon túli területekre, az elcsatolt területek magyarjaihoz, mert vannak dolgok, amiket az embereknek a bőrén kell megéreznie, szembesülnie kell, találkoznia kell, beszélnie kell. Én hiába mesélem el a kislányomnak, hogy képzeld el, a székelyudvarhelyi Ildikó barátnőm Bukarestben, a kozmetikus iskolában nem szólalhatott meg magyarul, még a szünetben sem a magyar barátnőjéhez, mert azonnal megbüntették, és retorzió követte ezt az akciót. Más ezt megtapasztalni egy olyan közegben, ahol azok a hétköznapok zajlanak. Tolcsvai Béla zeneszámával szeretném akkor megköszönni önöknek ezt a beszélgetést, meg ezt a lehetőséget, hogy egy kicsit össze is foglaltam akár a magam, akár az önök számára ezeket a gondolatokat, hogy magamról, az én történetemet, történeteimet. Béla is egy különleges találkozás volt. Béla is az az időszak pilli találkozás volt, amikor az a bizonyos zárt ajtó utáni ablak kinyílt nekem. Ő keresett meg, hogy olyan jó lenne az ő születésnapjára egy ilyen beszélgetős könyvet csinálni. Sokat jártam vele, nagy szeretettel fogadott, sokat beszélgettünk. Furcsa, egy kicsit ilyen Béla szótáros, egy kicsit ilyen misztikus könyv született belőle. Én boldog vagyok, és ő is boldog tőle, azt hiszem, és mostanában pedig nem írok. Nem azért, mert ne szerettem volna meg az írást, hanem azért, mert a mikrofont jobban szeretem, lehet több időm van, és mert a történet hangszerelve úgy érzem, egész embert kíván, vagy szinte ez a legfontosabb az életemben, bár csinálok most belépőt is, kulturális ajánló műsor megint, de hát akkor ez volt most az én történetem hangszerelve. És akkor búcsúzzunk Tócsai Béla Szép Szerelmem Magyarország című számával. Ez is a Tócsai szám. 11-es. Úgy látszik, az élet megtréfál bennünket, de az ember azért kipor. Ha ma nem lesz a rendben sötét zavar. Ez a 10-es? Akkor bennel is. Hát én most fajban vagyok, mert én a Szép Szerelmem Magyarország ismerünk. Akkor jösszoljon a lélek. Tudom, felismered majd a harmóniát. Édességet azért.
Interneten is, őket is köszöntjük, vissza is lehet majd nézni, ha és ha még van kérdés, akkor még természetesen arra is van lehetőség, és a legesleg végén, hogyha kérdésre még válasz is lesz, amit remélünk, akkor válasz zenével, válasz hangszereléssel a kárpátaljai krédónak az In Memoriam 2004. december 5. című megzenésített Bodnár Éva által Felvidéken élő kisebbségi magyar sorsban élő mai költő nőnek versét, a Kárpátalján élő kisebbségi magyar sorsot megélők éneklik meg, hogy ne mondd meg nekem oda át, hogy ki vagyok és hogy hová tartozom. Bízd rám a sorsom, hogy hol a helyem, azt én pontosan tudom. Patakokban folyt, áradt az ígéret, míg nem minden álmunk eltűnt, semmi vélet. Mosolyogva meddig? Meddig kell eltűrnünk, hogy az asztal körül még mindig nincs helyünk, s hogy a szülő anyánk megtűrtként tekint ránk, s úgy bánik velünk, mint gonosz mostohánk. Ők megélik azt, ami nekünk nagyon fáj, de ő nekik minden nap, minden perccel fáj. De bízunk abban, hogy a Havas-Kárpátoktól a Kékfő Adriáig egy ország lesz itt, egyetlen, és magyar. Kérdést. Csőrös Csillához.
Igen. Miért választotta a műsorának ezt a címet, hogy történet hangszerelve, tehát hogy a zene is benne legyen? Ez miért volt fontos? Akkor létezik gondolatátvitel, meg pont azon törtem a fejemet közben, hogy lám, arról csak arról nem beszéltem, vagy arról sem beszéltem, hogy milyen érdekes viszonyban vagyok én a zenével, vagy a zenei műsorokkal. Ami a címet illeti, az egy örökség. Tehát ezt a sorozatot akkor találták ki a Magyar Rádióban, amikor én éppen nem dolgoztam ott, majd utána a műsoroknál ez gyakran előfordul, hogy változnak a szerkesztők és műsorvezetők, a műsor viszont marad. Hát én örököltem meg a címet, a rádió, a címbe így beleszólásom nem volt, hiszen azt a Magyar Rádió vezetése döntötte el, hogy ezt a címet megtartja, és akar esetleg rajta változtatni. Azt kérhet, az volt a döntésem, hogy elvállalom ezt a sorozatot, vagy nem. A sorozat címet elfogadott volt. Ami viszont a zenét illeti, ez azért nagyon érdekes, mert nagyon sokszor volt életemben közöm zenei műsorokhoz és zenéhez, miközben bevallom őszintén, bár ez nagy fájdalmam és hiányosságom, és talán már pótolhatatlan hiányosságom, semmilyen hangszeren nem tanultam, olyan hangom van, hogy a férjem azt szokta mondogatni, hogy mellettem még a himnuszt is nehéz énekelni, és el is hiszem neki, pedig én nagyon szeretem a himnuszt énekelni, a szózatot is, nagyon sajnálom, hogy a szózat most már egyre több helyen kikopik az ünnepségekről, mint második nemzeti himnuszunk. Szóval, hogy a zene számomra érzéseket jelent, tehát én nem a technikai virtuózitást felül tudom megközelíteni, hanem azon érzések felül, amely érzéseket ezek a zeneszámok közvetítenek, és én mindig zenészekkel is, ami azért nagy kihívást, legyünk egész őszinték, olyan hiányos szakmai zenei ismeretekkel úgy próbáltam beszélgetni, vagy úgy igyekeztem azon felől megközelíteni, ami számomra is ezekben a zenékben érzelmi mozgósító erőként van jelen. És ezért nagyon fontos, ezért tartom nagyon fontosnak, hogy ezekkel az emberekkel beszélgetve a zeneszámok is elhangozzanak, mert itt célba jutnak olyan üzenetek is, amiket esetleg tényleg ők is szavakkal nem fogalmaznak meg, de önök egy-egy zeneszám hallatán el is gondolkoznak rajta, hogy miért ezt, hogy miért így, vagy meglepődnek, vagy egyetértenek vele, mert olyan érzelmi töbletet ad annak a személynek a portréjához, a portréja egészéhez, amit nem lehetne egy szikárbeszélgetéssel, azt gondolom én, be is felmutatni a hallgató közönség számára. Köszönöm szépen, én azért is szeretem ezt a portrékészítésnek ezt a módját. És akkor még arról sem beszéltem, hogy a magyar nyelv milyen nagyon nehéz helyzetben van, és mennyire jó lenne, ha szépen beszélnénk. Ez még csak egy ilyen lábjegyzet. Rádióban is, meg mindenhol. És akkor, ha van még kérdés, akkor természetesen bocsánat, a csapos közbe szól csak egy fél pillanatra. Nem is gondoltam, hogy ez nem fog bekövetkezni. De ennek a műsornak zenei szerkesztője van, tehát hogyha itt a zenék lejátszása egy kicsit fésületlen volt, az azért volt, mert a zenei szerkesztőt nem hoztuk magunkra. Tehát akkor megpróbált megfelelni ennek a feladatnak. 90%-ban megfelelt, az a maradék, ami a 30-40% még a 100-ban, azt most tessen egyszerűsek elnézni. Ezt külön köszönöm már csak azért is, mert illő, hogy a történet hangszerelve sorozatnál Gere Erzsébet nevét is megemlítsem, aki a mióta mi csináljuk, hogy én jegyzem, vagy az én nevem jegyzi felelős szerkesztőként ezt a műsort, ő az én társam, a zenei szerkesztőként. A hangmestereket pedig csak azért nem sorolom föl, mert ők sokan vannak, mert az
olykor sikerül csapatmunkában, kötelékben dolgozunk így hárman, de olykor viszont nem. Ezért aztán Rigó Gabriella, Pól István, Maksai Helga, és bocsánat, ha valaki éppen nem jutott eszembe, akikkel a leggyakrabban együtt dolgoztam, hiszen az nagyon fontos, hogy a hangmester jó minőségben rögzítse, vagy készítse el azt a beszélgetést, hogy aztán az önök számára is élvezhető legyen. A zeneszöveg aránytól elkezdve a hanglejtések szintezéséig, ezt így mondják, hogy a halk az halk maradjon, mert hát hiszen annak is érzelmi üzenete van, de azért mégis hallják, hogy mit mond, amikor suttog vagy sír a beszélgető a partner. Bocsánat, még a taps előtt és a könyvvásárlás előtt még egy fél mondat lehet az egészhez, hogy a dalokat, a zenéket, azokat az interjú alanyok hozzá. Nem elég a hangom, kell hozzá a mikrofon, ezt nem hiszem. Elég azt nem hiszem, mert tornatanár vagyok, kell a tornatelet túlsó sarkában is, amit mondok. Tehát csak azt akarom mondani, hogy a zenét, azt az interjú alanyok hozzák magukkal. De azt a nagyszerű trükköt, hogy úgy folytatja a beszélgetést a kérdező, adott esetben Csülös Csilla, hogy ezek a zenék a megfelelő beszélgetési, dramaturgiai ponton előkerülnek, és nincs külön megmagyarázva, hogy miért, hanem következik a beszélgetésből, hogy ez a zene ezért van. Hát megmondom őszintén, hogy borsozott a hátam, amikor ezt mondtam, ugyanis boszorkánnyal van dolguk, ezt higgyék el neked. Hát olyan szinten képes a elektromágneses hullámaival befogni valakit, hogy nagyon gyakran, erről most nem beszélt, nagyon gyakran előfordul az, hogy az interjú alany azt mondja, hogy Csilla magának, én arra kimondtam, amiről azt gondoltam, sose fogok beszélni. Különben én értek a műsorokban. Tessék, profi rádióhallgatóknak van dolgunk, ez nagyszerű. Profi rádióhallgatók nélkül nem tudnak működni. Én csak gratulálni szerettem volna, de nekem mindig az az érzésem, hogy köszönöm. Nekem mindig az az érzésem, hogy olyanokat elmondanak a riportalanyok, amit egyébként nem gondolták sohasem, hogy ők ki fogják mondani. Ez nagyon sokszor előfordul tényleg, és ez amennyire nagy öröm, annyira nagy és megtiszteltetés, mert tényleg az a nagy felelősség is, hogy érezzem azt adott esetben akár, hogy most ezt ő kimondta, de nem biztos, hogy szeretné, hogy több százezren hallják, és hogy akkor azt milyen formában jutasson el a hallgatókhoz, hogy ugyanakkor ne bántsam meg azt. Nekem ez nagyon fontos, én nem vagyok konfliktuskereső alkat. Ha kell, akkor vállalom a konfliktust, de csak akkor, hogyha egy helyzet megoldásának nincs más lehetősége, úgyhogy én ne sérüljek, vagy az én általam képviselt vélemény, gondolatérték. Én nem akarom megbántani a riportalanyomat, én nem akarom sarokba szorítani, én nem akarata ellenére akarok belőle kikényszeríteni dolgokat, én nem akarom rossz értelemben váratlan helyzetbe hozni. Olyan értelemben igen, hogy olyat kérdezik tőle, hogyha meglepődik, és valóban elmond olyan dolgokat, amit esetleg nem is gondolta, hogy el akar mondani, vagy elfog, de én nem bántani akarom. A hallgatóknak is inkább örömet szeretnék szerezni. Én tényleg azt gondolom, hogy a szeretet az a bármilyen elcsépelt és az a közös nyelv, amin beszélhetünk egymással, vagy aminek keresztül még az indulatokat is le lehet szerelni. És most jutott eszembe, nem is akartam én arról a 180 perces két évemről beszélni, mert abban nagyon sokfajta történés volt, de hogy azt én akkor ott kitaláltam magamnak, hogy két ember között a legrövidebb út egy mosoly, és azzal fejeztem be minden általam vezetett reggelt, azt én nagyon komolyan gondoltam. És őszintén gondoltam, és biztos nem 100%-os sikerrel, sőt biztos, hogy nem, sem otthon, sem a közéletben, vagy az utcán, de nagyon igyekszem arra, hogy tényleg ilyen módon kerüljek kapcsolatba mindenkivel, vagy hogy ez a szeretett nyelv, és ez a fajta mosoly, ez azért jelen legyen minél többször és minél többekkel beszélve és találkozva, és minél több helyzetben az életemben.
Ezek az idézetek megtalálnak engem, és aztán rádöbbennek, hogy nyilván nem véletlen, hogy találkoztam velük. És tényleg úgy gondolom, hogy köztünk is maradjon a mosoly, mint legrövidebb közlekedési útvonal, és a szeretet mindazon értékek iránt, amikről eddig is beszéltem. Igen. Javallam a szeretet. De mire eljut ehhez a találkozáshoz, addigra már fel kell készülni abból az emberből, már szinte ismerni kell. Erre mennyi idő megy el? Hát ez változó. Az kell, hogy mondjam, hogy az embernek vissza kell másznia egy kicsit az egyetemi éveibe, amikor egy vizsgára állt rendelkezésére. Nem olyan nagyon sok idő, mint amilyen vastag volt a könyv, vagy az elvégzendő feladat, de az ember egy idő után megtanul lényeket látni, és azokat bevésni. És igazából én ezzel a módszerrel élek, hogy amire nem tudom megmondani, hogy mennyi idő, ez olyan, hogy érzem, hogy most már el kell vele kezdeni foglalkozni, hogy a megbeszélt és kitűzött találkozási időre én olyan állapotban legyek, hogy sok mindent tudjak, de sok mindent ne tudjak, és legyek nagyon kíváncsi, mert azért az, hogy ez a hullámhossz megszületik, ehhez tényleg az a fajta nagyon őszinte kíváncsiság is kell, ami bennem van akkor, amikor azzal az életővel beszélek, és amitől fontos nekem, amit mond, és én is együtt gondolkodom vele. Azért azt mondta, aztán végképp nem tudom megmondani, mindig azt szokták kérdezni, miről fog beszélni. Van olyan, aki azt kérdezi, na nem tudom. Az első kérdést azt általában, és akkor ez egy újra műetítő, azt úgy ki szoktam találni, de még van, amikor az sem marad meg, de az este nagy részében megmarad, az első kérdés. És utána kézenfogva megyünk együtt egy úton, amiben érzem, hogy ez fontos, erről mindenképp beszélni kell, és akkor ez csak vége lesz, és lesz belőle egy kerek beszélgetés, és utána jön az a gyötrelmes gyönyörűség, hogy ez bele kell 30 percbe négyzelével szorítanom, úgyhogy ne sorvadjon, ne sérüljön, ne fogjon el vagy ne maradjon ki semmi, amit fontosnak tartok, és akkor ugye ez a mi nagy vitánk, hogy a férjem mindig azt mondja, hogy amit a hallgató nem tud, az nem is hiányzik neki, mert én képes vagyok egy percért órákig küzdeni, tehát én a vágó asztalon van, hogy szavakat veszek ki, vagy két jelző közül az egyiket, hogy azért legalább az a másik gondolat is megmaradjon. Lehet, hogy néha egy kicsit túl tömörre is sikerül, főleg amikor 25 percre csökkentették a műsoridőt, akkor nagyon szenvedtem, 25 percet zenés portrét csinálni, hogy ne sérüljön az illető hitele, személyisége, portréja, üzenetei. Most ez a 30 perc az olyan szoros és feszes, a gyötrelemes gyönyörűség megmarad, de most már olyan egész érzéssel tudom átadni önöknek, hallgatóknak ezeket a beszélgetéseket újra, hogy visszakerültek ide a szombati déli krónika utánra, ahol voltak kezdetben, és aztán elköltöztek péntekre, és aztán 20-20 küzdöttem, hogy visszakerüljenek szombatra, mert úgy éreztem, hogy ott sokakhoz eljut olyanokhoz, akik számára fontos egy ilyen beszélgetés, egy ilyen portré, ami úgy tud értékeket közvetíteni, hogy nem direkt módon, nem lózongokkal, és még egyszer mondom, hogy az a személyiség hitelesíti azt az értéket, amiről szó van, amit nem tud helyettesíteni semmilyen politikai üzenet, vagy erkölcsi prédikáció. Én hiszek az ember személyes erejében és az ő értékeiben. És tényleg nagyon köszönöm, hogy ezt a hosszúra nyúló beszélgetést együtt töltöttük. Ma este megint megerősödtem, hogy érdemes ezt a léleképítőt tovább folytatni, bár azt kell, hogy mondjam, hogy mint Bolha az elefánthoz képest, tehát itt érezhető, hogy mit jelent az, hogy valaki alkotó ember a szakmájában, a szakmája ott van a kis ujjában, hogy valamit hozzátesz a dolgokhoz, amitől az különleges lesz, hogy 20 percben, 25-ben, 30 percben úgy lesz összefoglalva valami, hogy az egyébként nem is jött volna létre. És mit jelent csupán ilyen magamfajta egyszerű katalizátornak lenni, ami csupán, emlékszem a gimnáziumban, vagy a kémia órákon azt tanultuk, hogy a katalizátor az a valami, ami nem vesz részt a vegyi folyamatban, de nélkül a vegyi folyamat nem jön létre,
vagy lassabban jön létre. Hát én megmaradok a katalizátor szerepemnél, hogy ha lehet, Csűrös Csilla és Németh Miklós Attila és Gulyás Dénes és hasonló csodálatos embereket hívok ide, hogy találkozzunk személyesen velük, és jöjjön létre ez a vegyi folyamat mindannyiunkban. A szeretet működjön bennünk, és ezt kívánom mindenkinek, és ezt köszönöm meg Csillának, és gratulálok a munkájához, szakmai munkájához, alkotó munkájához. Köszönöm szépen! És a kiáratnál ne felejtsenek el segíteni, mert önök nélkül nem tudjuk folytatni a léleképítőt.